Üdvözlöm a mini sorozat harmadik részében. A sorozatunk első részében bemutattam egy lehetőséget, hogy miképpen kell a blokkot úgy maszkolni, hogy az alatta lévő vonal ne zavarja a blokkba lévő feliratokat, ábrákat. A második részben egy másik módszert mutattam be. Most ebben a részben igazából új megoldást nem mutatok be, hanem követem azt a módszert, amelyeket az AutoCAD sorozatban, az Inventor sorozatban, illetve a Solid Edge sorozatban is szerepel, hogy amikor bemutatok egy fejezetet, akkor utána gyakorlat következik, és most ebben a harmadik részben erről a gyakorlatról lesz szó. Az AutoCAD 2013-as sorozat során már volt szó az attribútumokról, valamint a dinamikus blokkokról, most ebben a kis összeállításban ezekről is szó lesz. Először válasszuk ki, hogy attribútumot akarunk definiálni. A tanfolyam során erről a táblázatról már volt szó. Attribútumunk most legyen a címkéje az, hogy TXT, és ugye, hogyha a prompt mezőt kitöltjük, akkor a blokk indításakor, bekérésekor rá is kérdez valamire, amit oda beírunk. Hát most legyen az, hogy szöveg, egyszerűen, és hogyha van valami alapértékünk, amit legtöbbször használunk, oda beírhatjuk. Ez most nálam legyen az, hogy videó tanfolyam.hu, direkt ilyen hosszút választottam, mert majd igazítani fogjuk, tehát ezt követően oké, okay. És ezt az attribútumot el is helyezem itt. Egy ilyen blokknál többnyire feliratot, számokat használunk. Most a következő attribútum címkéje legyen az, hogy szám. Majd ezt követően ide beírom, hogy kérem az értéket. És hogyha van alapértékünk, akkor ezt is beírhatjuk, tehát ez most legyen ennyi. Majd ezt követően oké, okay, és el is helyezem itt ezt az attribútumot, és most következik a blokkészítés, de ugye már tudjuk, hogy ezt meg kell, hogy előzze, hogy készítünk egy határoló vonalat. Ez a határoló vonal legyen most is egy ellipszis, mint az előzőnél, tehát itt kiválasztom ezt a két pontot, és úgy határozom meg az ellipszist, hogy a két attribútum könnyedén beleférjen. Következik a sraffozás, tehát kiválasztva a sraffozást és a mintát, majd a solid, balegérgomb és beállításoknál a szigetkeresést választjuk ki, hogy figyelmen kívül hagyja. Most a következő lépés, hogy kiválasztom a sraffozást, majd jobbegérgomb, gyors tulajdonságok, és itt a színét kell most ugye megadni, itt kiválasztva, hogyha még nincs benne, de az előzőek miatt itt benne van a 142-es szín, akkor azt ki kell választani, majd ezt be is zárhatjuk, és amennyiben nem látszik minden elem a blokkba, akkor ismételten a sraff kiválasztásával itt a megjelenítési sorrendnél szabályozhatjuk, hogy például a sraffozás legalulra kerüljön. Most ezt az összeállításunkat összehozzuk egyetlen blokká. Itt a lenyitásnál én kiválasztom, hogy ez lesz a kis sorozat alapján a negyedik blokk. Kiválasztom objektumot, az összes objektumot kiválasztom egy ablakkal, majd ezt követően oké. Okay. És most az attribútum életbe is lépett, tehát ahogy a blokk elkezdődik a működése, akkor itt az alapérték, amit beírtam, ezt követően kattintsunk az OK-ra, és rendben is van, ez már egy blokk. Igen ám, de ez a felirat egy kicsit túllóg ennél az ellipszisnél, hát ez nem a legjobb, ezt kellene ide behoznunk. Ehhez az kell, hogy jelöljük ki balegérgombbal a blokkot, majd ezt követően jobbegérgomb, és térjünk át a blokkszerkesztőre. A tanfolyam során erről is nagyon sok szó volt. Itt először tudjuk, hogy ki kell jelölni egy paramétert. Jelen esetben ez most egy pont lesz. Itt kijelölöm ezt a pontot,
és itt a mutató vonalat így meghúzom. A paraméterek után műveletet kell kijelölni, tehát most a mozgatás nekünk meg fog felelni, tehát hozzárendeltem a paraméterhez a műveletet. Most a következő, hogy ki kell jelölni, hogy melyik objektumra vonatkozzon ez is megtörtént, Enter, és most már visszatérhetünk a blokkszerkesztőbe, illetve a rajzterületünkre. Itt vagyunk, és most már helyre tudjuk hozni ezt a feliratot, de célszerű ilyenkor kikapcsolni a tárgyrasztert, mert esetleg valahol máshol fog meg pontot, tehát ilyenkor ezt elhelyezzük ott, ahol nekünk leginkább megfelelő, majd balegérgomb, és ezzel végeztünk is. Most már annyi a teendőnk, hogy ezt a blokkot elhelyezzük a már meglévő vonalunkon, a szokott módon, kezdőlapra visszatérünk, kiválasztva a mozgatást, rendben van, itt kiválasztok egy pontot, de ugye most vissza kell kapcsolnunk a tárgyrasztert, és itt elhelyezem ezt a blokkot, és íme ez a blokk is megfelelően működik. Nézzük meg, hogy miképpen működik nyomtatáskor, hiszen az a végső célunk, hogy nyomtassuk is. Most jelenleg a monokróm van beállítva, előnézet, és íme itt is megfelelően működik. Térjünk vissza erre a részre, nézzük meg, hogy miképpen működik a szürke árnyalatos nyomtatásnál. Ismét előnézet, és itt a szürke árnyalatos nyomtatásnál is megfelelően működik. Most én ezt be is zárom, és térjünk ide vissza. Most nézzük meg azt, hogy mi történik akkor, hogyha ezt a blokkot is egy új rajzba hozzuk be. Ehhez ugye az kell, hogy a blokkot kiírjuk, tehát blokk kiírása. Itt kiválasztom, hogy blokkot szeretnék kiírni, a 4-es számú blokkot. Itt meg kell határozni az útvonalat, tehát ilyenkor most oké. Rendben van, a blokk kiírása megtörtént, most pedig kérek egy új rajzot. Most indítok a tanfolyam sablonnal, hát ezt is vettük, hogy miképpen kell egy sablont létrehozni, tehát megnyitás, és most készítek egy vonalat, F8, hogy ez lehetőleg egyenes legyen, és a beszúrásnál bekérem a blokkot, és itt a könyvtárba, ahova a blokkot mentettem, ott meg is van. Ezt követően oké, és most elhelyezem a blokkot, és itt most itt kérdezi, hogy mennyi legyen az érték, legyen ez most 1, 2, 3, 4, Enter, mi legyen a szöveg, most a szöveg legyen például az, hogy mini tanfolyam, ezt követően Enter, és nézzük meg most, mi történt. Elhelyezem először a blokkot a vonalon, tehát így rendben van. Most ismételten a szöveget arrébb kell vinnünk, de ezt már elintéztük, tehát balegér gomb, és ha kikapcsoltam volna itt a tárgyrasztert, akkor ez megfelelően működik, tehát itt a mini tanfolyam, ez egy más szöveg, és így sokkal jobban el tudjuk helyezni, és itt az érték is megjelent, az új érték. Hát lényegében ennyit szerettem volna bemutatni ebben a harmadik részben, és köszönöm a figyelmét!